tehát ezt egy magánhajónál biztos, hogy nem szabad elérni. Ezért aztán ezt a vitorlaszabónak az egyik dologra, hogy azért ezt feszesnek kell lennie, lógni nem lókat, el kell érni egy észszerű optimumot, és ezt az ív, mert ez a vitorlaszabónak lenne egyik feladata, hogy ez beleszabja a vitorlába. Megint csak egy példát tudok mondani, 2000-ben, amikor itt volt az utolsó kvalifikációs világbajnokság a 470-esben, májusban, akkor már ugye az összes versenyző felkészülés végén érkezett ide, eljöttek a tengerről, óceánról, világ minden részéről, angolok, amerikaiak, ausztrálok, kimentek egy órára, a Balatonra, berohantak, összecsomagoltak mindent és rohantak a vitorlaszabóhoz, és vagdosták ki ezt a 470-es fogból a másfél 8 mm-eket az első évből. Azonnal látták, hogy egy lapos víz, és itt nem lehet hasas első fokkal menni, és ilyen nem is volt nekik, mert hát ők ilyen tavon vitorláznak 10-re egyszer. És azonnal vagdosták szét a vadonati vitorlákat, és már is csinálták át a lapos, sima vízfelt egy laposabb első vitorlát. Ugyanis, mikor egy ilyen nyugodt vízen megyünk, ahogy mondtam, itt az a lényeg, hogy egy mehetünk egy lapos belépő éle a tengeren, nagy hullámok közt, nagy erőkkel, hogy egy más váltót használunk, ott bizony egy hasasabb belépő éllel vitorláznak, egy más a belépő él, másképp működik az egész, mert ugye még itt nálunk a lényeg az, hogy élesen tud menni a két pont közt, már állandóan változik a szél, és mindig élesen bele, hogy minél közelebb legyen a változó szélhez, addig a tengeren ott az a lényeg, hogy minél gyorsabban rohanjál, a sebesség a lényeg, hogy a nagy hullámokat minél nagyobb lendülettel áttör. Ott azt mondjuk, hogy a sebesség oldalon vitorlázol. Az optimális sebességet keresed, itt pedig a maximális élességre törekszel, mert más taktika, két teljesen más megközelítés. Itt a szél fordulók döntenek, ott pedig az, aki rohadt gyorsan tud menni, és hamarabb ér az egyik pontból a másikba. Ez más vitorlákat kell használni. Mi itt vagyunk a Balatonon, tehát maradjunk annyiban, hogy nekünk ezt fogjuk tudni állítani. Ha egy hullámos víz van, és itt is lehet egy olyan nagyon szép 4-es, 5-ös szél egy nyugati szélben, amikor szép nagy hullámok vannak, akkor bizony egy foknál megengedhetem azt, hogy ilyen kicsit ráncos legyen, legyenek ilyen kis ráncok, egy kis hullámok a belépő élemnél, akkor bizony el tudom azt írni, hogy elő van a fokom hasa. Ott tudom tartani. Tehát engedek a fokfalon egy olyan picit, hogy egy picit ott, mintha ráncos lenne, ezzel elő tudom tartani. Hogyha egy olyan jó sima víz van, akkor vagy a fogfallal fölhúzom, vagy vannak fokok, amiknek ugye ugyanúgy van ilyen első rész, mint a Königen, tehát lehet vele állítani az első feszességét, de hát általában ez döntően a fogfallal állítják. Tehát a belépő rész szögét, azt tudod állítani a fogfallal, egy picit hagyod, hogy az egy kicsit redős legyen, nagyon picit, éppen hogy csak észrevehetően, akkor az előtartja a hasát. Ha ki fölfeszíted feszesre, akkor biztos, és ha nagyon megfeszíted, akkor lesz egy teltebb belépő élem. Tehát erőszével mindenképp előre viszi a hasat, és nagyon jó. Kezelhetővé teszi a hajót. És akkor jön a foknak a behúzó pont, hogy az is egy lényeges történet. Nagyon jól kezelhető egy fok alsó íle, azzal, hogy hova teszem a behúzó pontját. Én a fok végébe is szeretem, hogyha szálak vannak, és ezek a szálak gyönyörűen mutassák, legalább egy, de inkább kettő, ami mutatja a fok nyitottságát. Tehát amikor én elkezdem a fok alsó élét feszíteni, az alsó élének a feszességével megadhatom az ívét. Ez megint vitorla készítő kérdése, hogy eleve beleszap a fogba egy komoly ívet, ugye alulra tesz bele úgynevezett banánszeletet, amivel meghatározza a foknak az ívét. Majd a vitorla úgy készül, hogy az íveset varják az egyeneset, létrejön egy térbeli idom. És úgy fejezik be, ugye, hogy két ívest varnak össze, és ezzel gyakorlatilag visszafordul a vitorla, hogy elkezd egy ilyen alsó befejező szakasz, ezt hívják banánszeletnek. Ez a banánszelet úgy van elkészítve, hogy ez megad neki egy fix ívet, akkor annak az alsó ívét, akár mennyire feszített, annak egy elég állandó és fix hasa lesz annak a vitorlának. Ezt most már egyre kevésbé használják, hát most már odaadják ezt az egész ívet mértékének kérdését a fog kezelőjének, vagyis a vitorlázónak, és egy olyan vitorlát szabnak, amit bizony itt te fog szabályozni. Ha nem húzod az alsóért feszesre, akkor egy ívelt vitorlád lesz, ha feszesre húzod, akkor pedig egy lapos.
meg tudod oldani. Van benne ív, megy szépen fölfele, van annak hasa, de nagyon sokat tudsz állítani a fogsottal. És ahogy a fogsottot állítod, ha ráengedsz, hogy legyen egy ív, abban a pillanatban a vitorlát hátsójére is engedsz, tehát nyitod a vitorla tetejét is. Hát ez egy nagyon kényes rendszer. Ha ráengedek a vitorlára, alul íveltebb lesz, fölül kinyit. Tehát előrébb kell rakjam a behúzópontot, akkor fölül egy kicsit zártabb lesz, végre szépen állnak a szálak, tehát ismét jön az említett jel. Tudom, hogy hol áll a sín, ott áll, bejelölöm, utána ugyanúgy bejelölök a fogsotra és jeleket teszek, akár a hajóra is jeleket teszek, hogy mindig rekonstruálni tudjam azt, mert centig, két centig döntően befolyásolják az egészet. Döntően befolyásolják az egészet, és hogyha hiába kapok egy szép telt vitorlát alul, ha fölül kinyit a vitorlám, akkor a felső harmada, ez itt már csak lobogni fog, már alig maradt rajta. Ha meg túlzáró, az még rosszabb, mert ha visszakap a vitorla, akkor ott már csak ugye turbulencia van mögötte, és akkor már nem fog menni. Tehát a fokot, a fok sínen és a fogsott az egy nagyon kényes dolog, és most már a vitorlák többsége az így készül, hogy odaadják a kezembe, állítsad és csináld meg magad a vitorlád ívét. Ezzel nem egy eleve ívet szab bele, amit ez a banánszelet eredményezett, hanem mindenféle szépen használhatod. Ha hullámos vizen vagy, akkor egy teltet csinálsz és azt szépen átvisz rajta. Ha egy lapos vizen vagy, tudsz egy lapos vitorlát csinálni, egy lapos vizen nagyon szépen fog inni ez a vitorlá. Kérdés ezzel kapcsolatban? Jó, akkor végigmennénk háromféle szélerőt figyelembe véve, hogy körülbelül mit állítsunk és mit kéne csinálni a hajóban. Van egyszer egy ilyen extrém gyenge szél, amire azt mondják, hogy a kétféle szélbe nehéz vitorlázni, nagyon gyengébe, meg nagyon erősbe. És nem csak a hajó vezetése és kezelése ilyenkor nagyon lényeges, de egyébként a beállítások meg közel azonosak. Tehát amikor rettenetesen gyenge szél van, tehát csak annyi van, hogy épp hogy haladunk, akkor nekünk egy nagyon lapos vitorlára lesz szükségünk, olyanra, mint amivel nagyon erős szélbe vitorlázunk, mert egyszerűen nem jön létre az áramlás egy ívelt vitorlán, nincs annyi erő benne, nem fog létrejönni. És ehhez egy nagyon nyitott vitorla kell. Ilyenkor van az, hogy például még akár egy 15-ös vagy 25-ösen, és nem tudom melyiken van, amelyiken nincsen, de ilyenkor még megtörténik, hogy egy picit a bumot megemeljük az akterrel, hogy nyissa a vitorla, ne húzza le a súlyot. Hát ugye a kapellánul a bum maga 100 kg vagy nem tudom mennyi, hát ott nyilvánvaló. Hát ott azonnal emelni kell a bumon, hogy ki tudja nyitani a nagy vitorla tetejét. Csak a dírke. Parancsolj? Hát milyen szél? Nem, csak ebbe a teljesen gyenge. Tehát a szél irányba. Nem a dírke. Most csak negyed szélről beszélek. Nem a dírke lemeljük? Dírke. Aktert mondtam? Igen. Bocsánat. Dírke, persze. Természetesen dírke. Tehát megemelem, hogy nyissam a tetejét. Lapos, nyitott vitorlát kell létrehoznom, és hogy egy teljesen mozdulatlan helyzet, hogy létre tudjon jönni az áramlás abba a vitorlába. Ha nagy ívet csinálok, egyszerűen olyan nagyok a nyomás külön, nem tudja létrehozni az a nagyon gyenge erő, ezt a rendszert. És hát ilyenkor egy aránylag egyenes árbóc, tehát elengedem az aktert, mindent amennyire tudok lelazítok, és egy ilyen lapos, de nyitott vitorlát kell létrehozni. Hiába engedem le a svertet, hiába húzok fel a kormányon, ilyenkor azért jó, hogyha föl van húzva a kormányon, mert tudsz kormányon, egy picit evezni is lehet vele, persze. Tehát az sok mindenre jó az a kormány ilyenkor. És még ami nagyon fontos, hogy ilyenkor van az, hogy megdöntjük a hajót. Ami egyébként nem jó, mert a hajónak se jó, meg a vitorláknak azért jó, mert egyáltalán a súlyuknál fogva kiterülnek, de ami még ezek, hogy minden laterál felület kevés ilyenkor, tehát hogy megdöntjük a hajót, a hajó külső ívénél fogva még lúgirigebb lesz, tehát még inkább lesz benne egy kis lúgirigség, és ez a döléssel hozzuk létre. De egyébként ha fölállítanánk, meg se állna a vitorla, mert akkor bedőlne a súlyánál fogva, tehát ezért is kénytelenek vagyunk egy picit dönteni a hajót, de sok minden arra mutat, hogy gyakorlatban ilyenkor jó egy megdöntött hajó,
nyitott kapos vitorla, leengedni Schwertet, amit csak tudunk minden, és hát ilyenkor praktikus úgyna a kormány, mert azért ha tudod a hajót irányítani, tudod mozgatni. Kérdésem lenne, parancsolj. A Dirkel történő felemelés és az Akterral történő megtépés között... Most nincs Akter, most eldobom az Akter. Most persze. Most adja neki, hogy kicsit döntsem előre az árbócot, hogy a Szolink az visszatérve, én láttam olyan Szolink, most akinek előre dőlt az árbóc. És úgy tudok meg. Az újabb hátrányozott rendszerben nem dőlt előre az árbóc. Ott például valid az a megoldás, hogy akkor azt mondom, hogy egy kis évet ráhúzok az Akterre, nyisson a tetejel. Nem lesz jó. Inkább egy picit emel meg, hogy állj alá, támad meg. Pádlik tegyé alá, vagy vannak az emelőalbák, az is nagyon jó. Hát vannak az emelőalbák, amik szintén. És van még egy jó, ugye, hogy tudod ezt föntartani, hát jön a légkocsi szerepe, ugye lúgba húzod a légkocsit teljesen, ugye itt a lúgba húzod a légkocsit teljesen, és ugye nincs lefele tartó erő a brósoknak. Tehát ilyenkor lúgba a légkocsit, ráengedek, majdnem középre behúzhatom a gumot, mert vitorlától, hogy nyitom, az annyira kiesik úgyis, hogy nyugodtan lehet középen a gumot. Tehát nem kell annak, hogy leengedjem, mert a vitorla maga az kinyit és jócskán léve lesz majd. És ugyanez érvényes a fokra is, hogy nyugodtan az alsó élét kifeszíthetem és a tetejét kinyitom. Sokszor van ez annyira kilehet, hogy ezt kézbe kell tartani. Tehát nem tudod, ha az eredeti csigában van, akkor nem fog eléggé kinyitani, hanem egyszerűen meg kell tartani. Ott ül egy jó ember lébe, és ott fogja a fog sarkát, hogy azt se feszítse le a fog hátsó élét. Nem hálás feladat. De megoldható. Egy ilyen közepes szélben, amikor már ugye a hajó jól megy, és egészen odáig, amíg jelentős, amíg ki tudom ülni, tehát amíg ellensúlyozni tudom a döntő erőt, ott jönnek az optimumok. Tehát amit itt elmondtam, hogy szépen kinyit a nagy vitorla hátsó élén, az, ugye a szál kifele megy, az íveket megpróbálom beállítani optimumra, beállítok mindent az általam feltételezett legjobbra. Tehát ez amíg a hajót ki tudom ülni. Ez azt jelenti ilyenkor is például, hogy a légkocsi az már egy picit lúgba van, hogy a gumot középen tudjam tartani. Bezárom a vitorlát egészen addig, ameddig csak lehet. Megpróbálok olyan íveket adni, ami a hullámzás vagy a hajónak megfelel. Tehát ilyenkor jutok el a hajónak a menet tulajdonságait, ilyenkor éri el, ilyenkor van minden az optimumon, ugye ilyen közepes, az erős szél alja. Onnantól kezdve, amikor a vitorlán állítanom kell ahhoz, hogy az egyensúlyt fenntartsam, tehát már túldől a hajó, föl akar borulni, de hát elég, ha csak túldől, ugye az már rengeteg veszteséggel jár, el kell kezdenem valamilyen irányban ezt csökkenteni. Az első a nyitás, tehát nyitom a vitorlát. Tehát már a légkocsit. A legelső, hogy elkezdem a légkocsit. Engedek rá. Azért fontos a légkocsival kezdeni, mert a vitorla hátsó élének az ívét, és a fok első élét is, a grósot, az szerintem legalább annyira, mint az Akter befolyásról. Tehát az, hogy te behúztad a gróst és az tartja az egész rendszer, az nagyon sokat húz arra, nagyon sokat húz a forsztágra. És a forsztág feszessége, a forsztág feszessége az nekünk nagyon fontos. És a grósot, tehát az egész erő karon keresztül, ez óriási erőt ad át a forsztágnak. Meggyőződésem, hogy amíg feszes a légkocsi, tehát nem engedjük el a grósotot, addig az Akterre között adom a sirányt. Olyan erőt ad át. És az kell nekem, hogy a fogsztágy. Tehát mit tudok csinálni? Azért, hogy a grósotot ne ráengednem kelljen, hogy abban a pillanatban. Egyébként ezt érdemes megnézni, nagyon tök egyszerű. Tehát mész egy ilyen közepes szélbe jó besottolva, és üljél le a hajó elejébe, így nézd bele a fogsztágyba, és kérd meg a havert, hogy engedjen rá a grósotra. Hát ott ilyen 10-15 centi belógás lesz egyik pillanatról a másikra. Annak ellenére, hogy az Akter szorulásunk van. Tehát nem a grósotra engedek, hanem először elkezdem a légkocsit leengedni. Mert az még feszes, csak megváltozott a vitorlám állásszöge, ugye egyre lejjebb engedem, ezért egyre nyitottabb lesz a teteje, egyre kevésbé fog törni. És amikor már a légkocsira nem tudok engedni, és még mindig dől a hajom, akkor még utána vele együtt persze engedek a fokra is, vagyis hozhatom hátrébb a kocsit a simbe, ezzel a vitorlám is nyit. Eljutok addig a helyzetig, amíg ezt még tudom uralni. Ha már ezt se tudom uralni, mert még a hajom mindig nagyon dől, akkor már kell engednem egyet a grósotra, és abban a pillanatban, hogy a grósotra engedtem, teljesen szétesik a rendszer, tehát akkor
teljesen újra kell gondolnom a rendszert. Onnantól kezdve, ha nem tudom uralni, onnan már vitorlát kell cseréljek.